Na, sziasztok, én Alexiok, és ma itt lennék a második résszel ezzel a sorozattal, ugye a szerver készítéssel. Szóval ma igazából egy nagyon alap plugin fogunk átnézni, úgymond. Ez az Essentials, ugye? Az Essentials az egy olyan plugin, amivel ugye megtalálta a TP, a per spawn, a per kit, a per warp, ugye ezek a full alap parancsok, ami szinte minden szerveren elérhető, ugye a set home, a home, stb. Igazából nagyon sok parancson, amit most itt fel tudnék listázni, úgymond, de nem fogom. Szóval, feljöttök ide, ugye igazából a leírásban majd a szerver, amit én csinálok most, ugye az lent lesz megint, szóval minden rész után lent lesz a leírásban a szerver, viszont ha le akarjátok tölteni manuálisan a plugint, akkor így beírjátok a spigotba, hogy eszentő az X. Ugye a simát azért nem használják már, mert az 1.7-ig jó. Azt abba hagyták. Ez csak egy folytatása. Ez 1.8-tal jó, igen. Szóval, meg látjátok, itt 1.7 is jó. Szóval, itt csak le kell tölteni. Itt le is tölti. És akkor ezt be kell ugye rakni a szerverre. Hogy ugye be tudjátok rakni igazából, akkor fogjátok, és akkor behúzzátok a plugins mappába, amit előző részben elmagyaráztam, hogy mire jó, ugye. Ugye itt több fajta Essentials van, ugye a legelső az maga a plugin, abban nagyon sok minden van, az mindenképp kell, szóval azt hagyjátok bent. Az anti-build az inkább túlélő szerverekre ajánlatos, ugye mi SkyPP szervert akarunk csinálni, ezért ezt ki kell vennünk, az, hogy milyen blokkokat nem tudnak lerakni, stb. Skyblockon alapból nem tudnak, SkyPP-n beszélek össze-vissza, alapból nem tudnak építeni, szóval az nekünk nem kell. A chat az kell, mert azzal kezeljük a chatet. A GeoIP az azt jelenti, hogy ugye ha felcsatlakozik egy játékos, akkor kiírja, hogy honnan jött fel. Ugye ez a kettő kell hozzá, az XMPP és a GeoIP, ezt rátok bízom, hogy az kell-e nektek vagy nem, én bent hagyom. A Protect az megint egy olyan dolog, hogy miket akarsz letiltani, mondjuk TNT robbanás, vagy Creeper robbanás, vagy akár mondjuk Ender Dragon robbanás, tényleg szóval minden ilyen robbanással kapcsolatos dolgokat ki lehet kapcsolni. És akkor van egy olyan spawn, az meg hogy per spawnt engedélyezi. Szó szerint ennyi. Megkezdődik a spawnolás, persze. Én ajánlom, hogy ezeket hagyjátok meg, ugye. Ez a kettő igazából, ezt én kitörölném, de hát most jó tud jönni, igazából kiírja, hogy most melyik játékos melyik országból jött fel. Mondjuk mit tudom én, ugye a Magyarország akkor Hungary Tier, a United Kingdom, ugye az Egyesült Királyság, stb. Mindegy. Szóval ugye ezeket berakjátok. Azonban ajánlok nektek még egy plugint, amit mindenképp minden szerverre használni kéne, ez a Vault. A Vault az igazából egy API. Ezt úgy kell képzelni, hogy az egy könyvtár. Elmentek egy könyvtárba, és ugye akkor mit én választatok egy könyvet. Ugye, mert kell nektek. Na ugye ezt csinálják a pluginok. Elmennek a Vault-hoz úgymond, a könyvtárhoz, és választanak úgymond egy könyvet, azaz egy source-ot, ugye, amit fel akarnak használni. Szóval mindegy, igazából annyit kell tudni, hogy ezt mindenképp használni kell. Például mondjuk ez a Permission Access-et használja, azt hiszem az nem használja? A Group Manager használja, igen, itt van, hogy Permission Access is. Ugye a Essentials Economy, ugye a pénz, ugye hogy mennyi, ugye a pénz, az szóval tudjátok, maga a pénz a játékba, vágjátok. És ugye a chatet, ugye maga a chat. Ugye. Pelpex-nek a csete. Szóval ezeket tudja kezelni a Vault, ez nagyon fontos plugin szerintem. Szerintem mindenki szerint igazából. Ezt is rakjátok be a szerverre. És akkor nektek még kell a Protocol-lib, az is igazából egy hasonló plugin. És csak le kell tölteni ismét a legújabb verziót, ahogy itt ajánlja nekünk ugye, if you're using it. Ugye 1.7-et használtok, akkor ezt kell. De nem hinném, hogy már bárki használna a SkyPVP-nek 1.7-et, bár nem tudom, ki tudja. És itt van protokoll, lép, bent van, ennyi, ez a kettő dolog kell. Ugye ezeket a mappákat legenerálja maga, magyarul a config fájlokat, el kell indítani ugye a szervert. Szóval itt is van, legenerálta a fájlokat, ha minden igaz, igen, itt is vannak. Látjátok, minden pluginnak megcsinálta. Ugye stoppoljátok le egyen, ez nekünk nem kell. Szóval Essentials-be beléptek, mindjárt magyarázok megint mindent. Ugye itt majd lesz több mappa is, viszont egyenlően csak warps van. Ugye ott lesznek a warpoknak a fájlai, ha csináltak a szerveren. Ezt majd tesztelni fogjuk. Ugye itt van maga a config fájl, ezt mindjárt fogom magyarázni. Items azt hiszem az igazából csak annyi, hogy van egy ilyen alap, nem az ez. Itemek, akkor itemek azok, amik a Minecraft-ban vannak, azt hiszem, és akkor ott le van írva minden
mindenfajta, ugye beírjátok azt, hogy Pergivel és a játékos nevetek, és ugye utána még be lehet állítani, mondjuk, hogyha beírjátok azt, hogy gyémánt, akkor úgy le tudjátok hívni a Diamondot, ugye? Például ilyeneket lehet ott beállítani, azt szerintem full felesleg. Ugye itt van még az, hogy kits, ugye, amit most megnyitottam. Ami nem tudtam, hogy már külön fájlban van, most már tudom. Szóval itt van kitnek ugye a konfigja. És akkor itt ugye upgrade done, ez is valami új. Ah, ez is valami új fáj, nem tudom, ezt azt szerintem mellőzzétek. És kitom, hogy Wharf igazából, ez csak egy saját piaca úgymond az Essentials-nek, ami igazából full értelmetlen, szóval ne használjátok. Oké, szóval megnyitjuk maga a konfigot. Szóval el is kezdem magyarázni a dolgokat. Ez igazából ugye, ha OP vagy, akkor milyen színű legyen a neved. Ugye tök mindegy, hogy milyen prefixet állítasz majd be a rangoknak, ugye a prefix az, ami a neved előtt van. Szóval tök mindegy, milyen állítasz be, akkor is olyan színű lesz, amilyen színű lesz, szóval ezt írjátok nonra. A nickname prefix az igazából, hogy a nickname előtt milyen jel legyen, vagy valami. A max nick length, ugye, hogy milyen hosszú legyen a nick neved maximum. Ezt hagyjátok false-on. Igazából change display az, ez is hagyjátok úgy, ahogy van. Mondom, hogy mit kéne átállítani, szóval teleport safety azt ugye hagyjátok. Na ezt nagyon sok ember összekeveri. Gyerekek, fontos. Ez az, hogy hány, hát mennyi időnként, ugye ez másodpercbe kell itt mindent megadni, mennyi időnként tudjátok használni a teleportációs parancsokat. Ez nem az, hogy mennyi idő miatt teleportálsz, hanem hogy mennyi időnként lehet használni. Szóval beírjátok mondjuk, hogy 5 percenként lehet használni. Tegyük fel. Ugye itt, hogy mennyi idő legyen maga a teleportálás, ez az ugye a delay. Tegyük fel 10 másodperc vagy 5 másodperc, nem tudom, minden SkyPP szerveren máshogy van, tegyük mondjuk 5-re. Ezt, hogy mennyi időig legyél, szóval fellépsz a szerverre, akkor mennyi ideig ne tudjanak támadni például, vagy hogy teleportáltál valahova, vagy valami, mennyi ideig ne tudjanak támadni téged, szóval 4 másodperc például, az szerintem volt jó. Azt hagyjátok, a heal cooldown, hogy mennyi időnként lehet a PR healt használni, mondjuk ha ezt beállítanánk, akkor mondjuk 5 percet raknám én legalábbis. Ugye ez a nyír, hogy milyen messze írja. Ugye ez, hogy közeli játékosokat kiírja neked, ezt hagyjátok. Ami még nektek kell, mert ugye SkyPP-t csinálunk itt. Hát disable, ugye ha ki akartok valami parancsot tiltani, ami essentials, szóval nem lehet más pluginból kitiltani parancsokat, ez fontos. Ugye itt van egy social spy, itt be lehet állítani, hogyha beérek, hogy ugye moderátoroknak van egy olyan parancs, hogy social spy, és nem tudok beszélni. Az ugye, hogy kiírja, hogy ezeket a parancsokat, például MSG, hogy mit írt ez a játékos a másiknak, stb. Stb. Itt mondjuk be lehet mit én rakni azt, hogy mondjuk BC, hogy ki broadcastelt, stb. Szóval itt amit akartok, itt be lehet állítani, és egyébként azért beszélek gyorsan, hogy ezen gyorsan végigmenjünk, és tehát csak azokat veszem át, amik fontosak egy Sky PvP-hez. Aztán Player Commands, ugye itt a játékosok, ezt hagyjátok. Ez igazából, hogy alapvetően, hogyha nem használtok rangos plugint, akkor mit tudjanak a játékosok. Na itt van az egyik fontos dolog egy Sky PvP-nél. Ugye itt, hogy milyen táblák legyenek. Én általában ezt mindegyiket beszoktam kapcsolni, mert soha nem lehet tudni, hogy melyiket akarod használni. Itt a Reaper tábla, itt van a Time tábla, a Heal, az Info, ugye az Enchant, a Kit ugye, ezek fontosak, a Warp, ugye, és akkor itt van maga a Free tábla, amit minden SkyPP-n általában használnak, vagy a chestes megoldás, amit ugye át fogunk ismét venni majd egy következő részben. Itt ugye a Perl is, hogy ugye hogyan jelezze, szóval mondjuk én azt szoktam, hogy segítség, és akkor itt vannak a rangok, hogy moderátor, meg mit tudom én, staff, stb. Szóval igazából, hogy ki tud segíteni a játékosoknak, ha beírják, hogy Perl is, ugye. Ezt meg inkább írjuk át tulajdonosra, nekem nem tudom, az Obner soha nem tetszett. Jó, ha ugye, ha lelépsz, akkor eltávolítja a godot, hát szerintem ez true. Auto AFK, ugye, amikor kiírja a chatbe, viszont csak akkor működik, ha ez a jog meg van adva. Ez szerintem felesleges, de be lehet állítani 600 másodperc, attól függ, hogy akarjátok, ugye az 10 perc. Na itt ez fontos, hogy ki kell a játékosokat, akik afkolnak. 300 az egyenlő 5 perce. Ugye, hogyha meghalnak, akkor kiírjon valami üzenetet, ugye, hogy meghalt, mi által, stb. Ezt kapcsoljátok ki, ha akarjátok kikapcsolni, mert szerintem egy Sky PvP szerveren
fölösleges. Itt mentek le, ugye ezek még, hát igaz, itt a tempban, de fogunk egy másik plugin-t használni, szóval ezt ne vegyétek figyelembe. Igen, mentek le. Ugye itt a Set Home, de a Skype-ről beszélünk, és itt van, hogy mennyi pénzzel mennyi pénzzel indítsanak a játékosok, szó szerint. Tegyük fel $100. Igen, itt be lehet állítani, hogy mennyi kit mennyibe kerüljön. Ezt majd át fogjuk venni, amikor már csináljuk a kiteket. Ami szerintem következő vagy utáni részben lesz. Azaz akkor szerintem hétfőn valószínű. És ennyi elvileg, ami fontos. A chat, hát ez nem kell. Ja, de hát majd kell, amikor ugye beállítjuk majd a chatet. Azt itt kell ugye majd. Szóval itt van például egy példa, hogy mondjuk a tag az hogy írjon. Szóval ezt át fogom majd venni. Itt be lehet állítani ugye, hogy ez a protection, szóval ahogy előzőleg mondtam ugye, hogy SNTS Protect, na ez mind ahhoz kapcsolatos. Látjátok? Itt egy anti-build, ezt ugye nem tudjuk most használni, nincs bent az a plugin. Viszont fölösleges, látjátok? És itt van, hogyha feljön egy játékos, ugye itt van ez a spawn, amit mondtam előbb, ez szinte csak a spawnolással kapcsolatos. Akkor mit írjon ki? Tegyük fel, írja azt ki, hogy üdvözöllek, és akkor tegyük fel így, display name, ugye ezt kell írni, a szerveren, ez a játékos neve. Ja, és utána meg ezt, így. Ugye ezek a színkódok, ez simasága, ez narancsága. Ugye itt a kit, hogy milyen kittel kezdjenek, ugye ezt majd át fogom állítani, de egyenlően így hagyom. Ezt hagyom, ja, ezt szerintem hagyjuk így, és akkor igazából ennyi, ami fontos átállítani. És itt van még ugye a GeoIP, amit mondtam előbb. Be is lehet állítani, hogy milyen városba jönnek fel, ugye, milyen városból. És akkor XMP ugye elküldje egy szervernek. Szóval igazából ennyit kellett tudni szerintem ebbe a részbe, az Essentials-ről ugye. Ez egy fontos plugin. Majd be fogom akkor a következő részbe ugye mutatni a rangokat. És akkor ezzel is fogunk még szórakozni. Szóval ja, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és akkor találkozunk a következő videóba. Sziasztok!